Békesség néktek! Isten igéjét Sámuel második könyvéből fogom olvasni, a 6. fejezetből, az első 5 versből. Sámuel második könyve, 6. fejezetének az első 5 verséből olvasom Isten igéjét, amit felállva hallgassunk meg Istenre figyelő szívvel. Sámuel második könyve, 6. fejezetének az első 5 verse így hangzik. Összegyűjtötte ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, 30 000 embert, és felkelvén elment Dávid az egész néppel együtt, amely vele volt Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, amely névről a seregek urának nevéről neveztetik, aki ül a kérubok között. És tették az Isten ládáját új szekérre, és elhozták azt Abinádábnak házától, amely volt a dombon, és Úzza és Ahió, Abinádáb fiai vezetik az új szekeret. Elvitték azért azt az Abinádáb házából, amely a dombon volt, az Isten ládájával, az Ahió, és Ahió a láda előtt megyen. Dávid pedig és az egész Izrael népe örvendeznek az Úr előtt, jegenyefából való minden szerszámokkal, hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, sok nagy hatalmas dolgot cselekedtél már a teremtés előtt, a te kiválasztó munkád megvolt már, az örökké való áldozat a Krisztusnak megvolt már, a sötét fejedelmek lázadása megvolt már, és te cselekedni kezdtél, alkottál, megtartottál, kiválasztottál, szabadítottál, üdvözítettél, jeleket és csodákat tettél, erőket bocsátottál ki, kibocsátottad szavadat, kibocsátottad Jézus Krisztus, a te fiadat, és minket is elhívtál magadnak, Uram. És szeretnénk, hogyha te folytatnád a te munkádat, ha tanúi lehetnénk annak, hogy az Isten cselekszik ma is, bennünk is, általunk is. Kérünk téged, hogy ebből a célból szenteld meg ezt az órát is, Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Foglaljunk helyet. Az embert mindig érdekelte az, hogy hogyan alakult az élet a Földön évezredekkel, évmilliókkal ezelőtt. Kutatják ezt, mindenféle feltételezésre jutnak. Keresik az életnek a nyomait a Földön kívül. Először azt hitték, hogy a Vénuszon fognak életet találni, aztán most a Mars látszik a legesélyesebbnek, hogy valami nyoma lehet egy letűnt korszaknak, amelyben volt akár élet is a Marson. Már túl vagyunk a műholdjainkkal a naprendszeren kívül. Egész távoli galaxisokat, bolygókat kutatunk a tekintetben, hogy az életnek valamilyen nyoma felfedezhető-e. Különféle UFO balesetekről szólnak beszámolók, lezuhant csészealjakat, elpusztult UFO-kat vélnek felfedezni, és ebből gondolják, hogy valamiféle életformáció lehet a Földön kívül is. Szeretném a kutatóknak elmondani, üzenem így a YouTube-on keresztül, meg a testvéreknek is, ha találkoznak majd egyszer egy ilyen UFO kutatóval, vagy űrkutatóval, akkor üzenem neki, hogy kár a gőzért. Mert élet ott van, ahol Isten lakik. És a sok-sok milliárd galaxis közül, és a sok-sok milliárd bolygó közül Isten a Föld nevű bolygót választotta ki, hogy ő ott lakjon. Óriási szerencsénk van, mi is pont itt lakunk. Úgyhogy egy bolygón lakunk Istennel. Ő itt lakozik, itt vett lakozást, és kinézett magának egy helyet. Ez Izraelnek a területén van, ez Jeruzsálemnek a városában van, ez a Szent hegyen van, a Templom hegyen van, azon belül pedig a Szentek Szentjében van, és azon belül pedig a Fridláda teteje fölött van, a két kérub között. Itt lakik az Isten. A kérubok között lakozik. Tehát nem úgy kell érteni a kérubok között,
hogy fent a mennyben kérubok között, hanem itt a Földön, persze a mennyei mintájára készült ez, úgyhogy úgy is igaz, de így is igaz, hogy a Fridládának, a szövetség ládának a teteje, amelyen lefették, felülről rátették ezt a tömör arany tetőt, és amelyen volt kiformálva két kérub, mely szárnyaikkal betakarta a fedelet, és lefelé hajtották a tekintetüket, hódolva Isten előtt, azok között lakozik Isten. Így határozza meg a Szentírás, a kijelentés. Isten ott lakik a kérubok között, egy olyan láda felett, ami körülbelül kerekítve 110 cm hosszú, 70 cm széles, 70 cm magas. Egy ilyen láda fölött lakozik Isten. Ebben a ládában benne volt a 10 parancsolat, benne volt egy kis minta a mannából, ami minden nap lehullott a pusztában, és benne volt Áron kivirágzott vesszeje. Ez volt a ládának a tartalma. Isten azt mondta, én itt lakom. Ezt nevezte ki az Ószövetségben az ő lakóhelyének. Nagyon érdekes az a történet, amiből most egy pici szeletkét felolvastam, a kijelölt ige szakaszunk tartalmazza, hogy milyen volt a Szent Láda, Frid Láda története, hogyan került el izraeliektől, filiszteusokhoz, hogyan került vissza. Ma ennek a történetével szeretnék foglalkozni. Először is Sámuel első könyvében, a negyedik részben olvasunk arról, hogy a filiszteusok csapást mértek a zsidókra, és ez így hangzik, ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izraelben, és kiment Izrael a filiszteusok ellen harcolni, és tábort jártak Ében Ézernél, a filiszteusok pedig tábort jártak Afékben, és csatarendbe álltak a filiszteusok Izrael ellen, és megütköztek, és megverettették Izrael a filiszteusok által, és levágtak a harcmezőn mintegy 4000 embert. És amikor a nép a táborba visszatért, mondának Izrael vénei, vajon miért vert meg minket az Úr a filiszteusok előtt? Hozzuk el magunkhoz az Úr Fridládáját Silóból, hogy jöjjön közénk az Úr, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. A bíráknak az idejében vagyunk, még Sámuel az utolsó nagy bírája Izraelnek, és amikor kikapnak a filiszteusoktól, akkor azon gondolkodnak a vének, hogy vajon miért vert meg minket ma az Úr? Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Nem a filiszteusok vertek meg minket, mert ahhoz ők nagyon kevesek. Minket csak akkor lehet megverni, ha Isten hagy, vagy Isten maga ver meg minket. Csak ez az egy lehetőség van. Minket csak Isten tud legyőzni, mert mi az ő népe vagyunk. Miért vert meg ma az Úr minket? Óriási kérdés, nagyon jó kérdés. Nagyon sokszor fel kellene mi is tegyük magunknak, vagy a közösségeinknek. Miért vert meg minket Isten? Borzasztó rossz a válasz erre a kérdésre. Hozzuk el magunknak az Úr Fridládáját. Na majd, ha Isten jelenlétét ide cipeljük, ide hozzuk, akkor majd győzni fogunk. Akkor majd erősek leszünk. Közel hozzuk Istent magunkhoz. Nagyon rossz válasz. Isten jelenlétét nem lehet megerősíteni, ha valaki bűnben él. Mert a bűn kioltja Istennek a jelenlétét. Istent nem lehet közelebb cipelni magunkhoz, úgy, ahogy kényünk, kedvünk akarja. Isten jön közel az ő népéhez, és ez az isteni közeledés arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, a világi kívánságot, a bűnt szentül, igazán és fedhetetlenül éljünk. Ha valaki győzni akar, nem fegyvereket kell beszereznie,
hanem az Isten közeledését kell elfogadja, szentül igazán és fedhetetlenül kell éljen, és akkor meg fogja tapasztalni Isten megtartó erejét. De amikor ott van a bűn, és Isten nem akar jönni, akkor az emberek elkezdik erőltetni Istennek a jövetelét. Hozzuk el magunkkal, minthogyha ez szatyor lenne, fogjuk meg a két fülét, és szipeljük ide. Hát azért ez nem így megy. Ők pedig ezt kísérelték meg egy nagyon jó kérdésre, egy nagyon rossz választ adtak. Hiába erősíted Isten jelenlétét, ha a bűnben élsz. Tisztulj meg, szentelődj meg, közeledj Istenhez, és ő közeledni fog hozzád. Fogadd el az ő közeledését, és ne akar becipelni az életedbe, és megtapasztalod az ő erejét. Amikor beviszik a csatatérre a ládát, megint elveszítik a csatát. Hiába volt az erőlködés. És a Fridláda, ahol Isten lakik, ami az Ószövetségben Isten jelenlétének a kifejeződése, megnyilvánulása, Isten oda kötötte magát a Fridládához, ez a Fridláda elkerül a filiszteusokhoz, először is Asdódba kerül, Asdód filiszteus városba, és beviszik a Dágon templomába. Mint egy olyan istent, akit sikerült legyőzni. Dágon az ő nagy istenük, azzal volt tele a templom, biztos volt egy hatalmas szobra neki, ami talán több méter magas lehetett, és oda mellé elhelyezték, hogy na, a mi istenünk ezt az istent is legyőzte, úgy, mint sok másikat. Mint egy skalpot, mint egy győzelmi jelet vitték be a Dágon templomába a Fridládát. Dágonnak a szobra reggelre leesett, eldőlt. Gondolták a filisztusok, lehet, hogy volt egy kis földrengés éjszaka, nem tudjuk, hát felállították megint ezt a szobrot, de aztán legközelebb megint ledőlt. Most már a feje is legurult, és a kézfejei is leestek. Egy gondolkodás nélküli, egy cselekvés nélküli, egy tehetetlen, egy beszélni nem képes, tenni nem képes istenként látták ott az ő bálványistenüket, és elkezdődött egy nagy fertőzés ugyanakkor, Asdódnak a városában, és egy fekély nagyon sok embert megfertőzött, elpusztított. Azt mondták, rájöttek, hogy ez a Fridláda miatt van. Nem jó nekünk, hogy közel van hozzánk Isten. Exportáljuk. Foglalkozzon vele más. Elküldték Gátba. Ott megint fekélyek jöttek. A gátiak elküldték Ekrónba. Menjen ez az Isten innen tovább. Jó, hogy a mi markunkban van, jó, hogy legyőztük, jó, hogy itt van, de árt nekünk. Küldjük tovább, hát ha az ekróniak tudnak valamit csinálni, és az ekróniak nem tudtak semmit csinálni, az ekróniak megbetegedtek, és az ekróniak felháborodtak, és 7 hónapig volt összesen a filiszteusoknál Isten ládája, és a filiszteusok azt mondták, hát ebből most már elég legyen. Nem bírjuk tovább. Túl sok emberünk hal meg. Túl nagy a fertőzés, túl sok áldozatot követelnek a fekélyek, túl kényelmetlen ez nekünk. Úgyhogy összeültek ott, és elkezdtek okoskodni, hogy mit tudnak csinálni. Építettek egy új szekeret, belefogtak 2 tehenet, akiknek volt már borjuk, tehát kötődtek a kis gyerekeikhez, és még soha nem volt a nyakukban iga, egy héttel ezelőtt az igáról beszéltem, nem voltak betörve a munkára, rájuk tették ezt az igát, és elindították őket. Na vajon a kis borjaik eszükbe jutnak? Na vajon az, hogy töri az iga a hátukat, eszükbe jut? Érzik a fájdalmat? Nem éreztek azok semmit. Csak tudták azt, hogy menni kell Izrael felé. Vissza kell vinni a Fridládát Izraelnek. Mentek egy nagy kört, és Bét-Semesig bőgve mentek. Elvitték vissza Izraelbe a Fridládát. Kikötött újbor a Fridláda a zsidóknál. Elvitték a csatába, elveszítették, aztán 7 hónap múlva visszaérkezett a helyére, ahol lenni akar.
Testvérek, Isten nélkülünk nagyon jól elboldogul. Nem kellünk mi ahhoz, hogy ő véghez tudja vinni az ő céljait, hogy ő ki tudja magát szabadítani, hogy ő véghez tudja vinni az ő ügyét. Isten nagyon jól elboldogul önmagában is. Elég erős, elég hatalmas ahhoz, hogy nélkülünk is mindent el tud végezni, amit akar, felhasznál idegeneket, felhasznál teheneket, felhasznál, amit akar. Nem, Isten nincs rászorulva arra, hogy mi szolgáljunk neki. Nem azért szolgálunk neki, mert Isten rá van szorulva, hanem azért, mert Isten úgy akarja. Mindig visszatér hozzánk. Mindig újból kezdi velünk. Mindig hordoz minket az ő hátán. És ha mi még rossz válaszokat adunk jó kérdésekre, és ha mi még el is távolodunk a mi Istenünktől, vagy odaadjuk őt, ő mindig visszakerül. Mindig munkálkodik, mindig halad egyenesen a cél felé. És a mi Istenünket nem lehet birtokolni úgy, mint hogy a filiszteusok gondolták. Na majd mi ide tesszük azt a ládát, na majd mi oda tesszük azt a ládát, mi majd ide visszük Istent, oda visszük Istent. Nem mi birtokoljuk Istent, hanem Isten birtokol bennünket. Ez nagyon fontos. Nem ő a mi Istenünk alapvetően, hanem mi vagyunk az ő gyermekei, mi vagyunk az ő népe alapvetően. Ő a birtokos, és mi vagyunk azok, akiket birtokol. Nem mi visszük valahova Istent, ő visz minket valahova. Ő érkezik meg hozzánk, ő látogat meg minket, ő kezdeményez. Mi csak megadjuk a magunk válaszait erre, és mondjuk, hogy ő a mi Istenünk, de ez nem azt jelenti, hogy a zsebünkbe van Isten, vagy a házunkba beállíthatnánk egy sarokba. Hanem azt jelenti, hogy amíg másoknak vannak ilyen isteneik, nekünk az Ábrahám, Izsák, Jákob istene, és a Jézus Krisztus istene, a mi Istenünk. De úgy a miénk, hogy mi vagyunk az övé. Aztán folytatódik a történet. Azt olvassuk az 1 Sámuel 6.19-ben, hogy ezek a bétsemesiek nagyon kíváncsiak voltak. Fogadták a visszatérő ládát, áldozatokat hoztak, feláldozták ezt a két szegény tehenet, a szekérből tüzet csináltak, tüzet raktak, és azokon égették el a teheneket áldozatként. Szóval örültek annak, ami történik, Istennek áldoznak, de megverte az Úr a bétsemes beliek közül némelyeket, mivel az Úrnak ládájába tekintettek. Belenéztek a ládába. Megverte pedig a nép közül 50 000 és 70 embert. És a nép szomorkodott, hogy az Úr így nagy csapással sújtotta a népet. Testvérek, 50 070 halott. Óriási szám. Kukucskálnak bele a ládába. Nem tudták, hogy mi van a ládában? Nagyon jól tudták. De ők kukucskálni akartak. Ők olyanok voltak, mint a turisták. Mikor mi Izraelbe mentünk, nevezetes helyeket néztünk meg. Jeruzsálemben, az országban, a környéken, a holtengerig. Tudtuk, hogy hol a holtenger, láttuk a térképen. Láttunk róla fényképeket, de mi látni akartuk a holtengert. Ha már itt vagyunk, menjünk el oda. Menjünk el oda, ahol feltételezhetően állt Jézus keresztje, menjünk el oda, ahol feltételezhetően volt Jézusnak a sírja. Sőt, ugye nem csak az ember nem olyan, hogy megnézés megelégszik, meg kell fogni. Jobb múzeumokban, akik tudják már ezt, még egy kis kordont is oda tesznek, hogy ne fogdosd a festményt. Nézd meg, de ne tapizd össze a keretet, a drága olajfestményt. Nem szabad hozzányúlni. Mi annyira szeretünk ott lenni, megkóstolni, belenyúlni, bementünk a sírba. Itt feküdt Jézus, itt. Hozzá tudtunk érni a kőhöz. Ez a kíváncsiság vitte őket a sírba. Mert Isten azt mondta, hogy
Ne legyél ilyen kíváncsi. Ne nézd meg ezeket a dolgokat. És amikor jött ez a csapás, akkor megkérdezik, a 20. versben van ez, 1 Sámuel 6:20-ban, kicsoda állhat meg az Úr előtt, e Szent Isten előtt? Kicsoda állhat meg az Úr előtt? Arra következtetése jutottak, hogy mi nem fogjuk azt csinálni, amit Isten mond. Olyan szent ez az Isten, olyan előírásai vannak neki, hogy mi ezt nem akarjuk betartani. Ki csodálhat meg előtte? Hát ha olyan szentek lennénk, akkor megállhatnánk a Szent Isten előtt, de mi nem tudunk megállni, mert mi kíváncsiak vagyunk. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Egyébként nem is rossz ez a kérdés sem. Nagyon jó kérdés. Mert tudták ők nagyon jól, hogy ki állhat meg a Szent Isten előtt. Mert voltak olyan emberek, kortársaik, megelőző évszázadokban, ezredekben, akik megálltak Isten színe előtt. Tudták, hogy hogyan lehet megállni Isten színe előtt, de nagyon rossz a következő kérdés. Kihez megy el mi tőlünk? Hova tudnánk tovább exportálni a mi Istenünket? Megjön Isten a saját népéhez. Azok a tehenek, azok nem a következő városba mennek, ahova ezt a ládát elküldték, Kirjat-Jearimba, hanem oda ment Bétsemesbe. Ott kellett, hogy legyen. Isten oda ment hozzájuk. De pontosan úgy járt Bétsemessel Isten, mint az összes többi filiszteus várossal. Innen is küldjük el, innen is küldjük el, innen is küldjük el, megérkezik az övéihez Isten, innen is küldjük el. Onnan is tovább kellett mennie. Azt mondja az 5 Mózes 29:29, hogy a titkok az Úréi, a kijelentett dolgok pedig a mieink. És mi mindig a titkokat akarjuk fürkészni. Miért engedte ezt meg Isten? Ha van Isten, akkor miért van ez és ez? Mit foglalkozunk mi ezekkel a dolgokkal? Amit Isten kijelentett, azzal kellene foglalkozzunk. Amit meg akar nekünk mutatni, azzal kell foglalkozzunk. Amit megismerhetnénk, azzal kell foglalkozzunk. Nem a Fridládába betekintgetni, hanem vinni a bűneinkért való áldozatot a templomhoz, az udvarhoz, a sátorhoz. És azt mondani, vétkeztem, mutassátok be értem, ti léviták, ti papok. Mert bűnös vagyok, mert szeretnék szabadulni a bűneim súlyától. Na ez ki volt jelentve a népnek, ezt csinálhatták volna a bétsemesbeliek. De ők olyan dolgokat akartak kifürkészni, amit Isten nem engedett meg nekik. Amúgy is olyan dolgok voltak, amikről tudták, hogy mi az. De még bele akartak mélyedni, még bele akarták ütni olyan dolgokba az orrukat, ami nem volt a számukra kijelentve. A Jelenések könyvében a 10. fejezetben olvasunk arról, hogy megszólalta a 7 mennydörgésnek a szava. És János le akarta írni a 7 mennydörgés szavát, hogy legyen az is kijelentés, és azt mondta Isten, ne írd le a 7 mennydörgés szavát. És nem írta le. És ki van jelentve a számunkra, testvérek, hogy vannak olyan dolgok, amik nincsenek kijelentve. Mert nem azt mondta Jánosnak Isten, ne írjál semmit, arról se írjál, hogy hallottad, ez olyan szuper titkos, hogy nem is tudhatnak róla az emberek, hogy létezik 7 mennydörgés szava. Ezt neked elmondtam, maradj csendben. Nem így kellett eljárni. Írd le, hogy van 7 mennydörgés szava, de ne írd le, hogy mi az. Hogy tudják meg, hogy van olyan dolog, amit nem tudhatnak. Tudjuk, hogy van valami a Fridládában, de nem nézhetünk bele.
Tudjuk, hogy valamit rejt a hét mennydörgésnek a szava, de nem tudhatjuk, hogy mi a hét mennydörgés szava. Azt tudhatjuk, testvérek, ami nekünk ki van jelentve. Bárcsak foglalkoznánk azzal, amit Isten kinyilatkoztat, amire Isten elvezet, és nem akarnánk mindenáron olyan dolgokba ütni az órunkat, amihez semmi közünk, mert el van tőlünk véve. Majd egyszer megérted, mondja Péternek Jézus, amit én most mondok. Most még nem érted, nem is azért mondtam, hogy értsd meg. Azért mondtam, hogy legyen valami, amin gondolkodsz, amin rágódsz, amit majd később értesz meg. Bécsemesből elérkezik a láda Kirjat Jearimba, Abinádábnak a házához. Ide exportálják a bécsemesbeliek Kirjat Jearimba. 20 évig van itt a láda, mondja a Biblia. 20 évig van Abinádáb házában a szövetség láda. Dávid, amikor új király még, és gondolkodik azon, hogy hogyan kéne fejleszteni az országát, hogyan kéne erősíteni a hitet, hogyan kéne építeni esetleg a templomot, későbbi szándéka volt ez, azt mondja, hogy hozzuk el a ládát. Szétszóródott a szent sátor. Silóban volt régen, azután úgy szétszóródtak a részei, a láda. Szóval nem nagyon viselték gondját. Azt mondta Dávid, én összeszedem ezeket a szent dolgokat, és szeretnék majd később egy templomot is építeni. És elmegy, azt olvastuk Bahalába, Józsué könyvében van egy igevers, ami megmutatja nekünk, hogy Kirjat Jearim és Bahala az egy és ugyanaz. 30 000 emberrel megy el Dávid a ládáért. Óriási ünnepség. Óriási nagy dolog. 30 000 ember. Na itt hozza az egyik fordítás az, hogy fiatalokkal ment oda. Károli fordítás azt mondta, hogy a népnek a színe javával, az egész Izraelnek színét összegyűjtötte. Angol fordítás úgy hozza, a választottakat gyűjtötte össze. Na hát, lehet vitatkozni. Mindegy, 30 000-nyi nagy sereggel válogatott emberek voltak, az biztos, nem az jött, aki akart, hanem azt mondta Dávid, csináljunk egy nagy ünnepet. Elmennek Kirjat Jearimba, Abinádáb házához, 20 év után elhozzák a fridládát, ráteszik egy szekérre, nagy az öröm, nagy a vigasság, nagy az éneklés, mennek a dicsőítő éneklések, és Uzza hozzáér ehhez a ládához, és meghal. Uzza Abinádábnak az egyik fia. 20 éve volt azon gondolkodni, hogy mi a csuda az Isten ládája. 20 évig megkérdezhette volna bármelyik előjárót, papot vagy lévitát, hogy mit kell csinálni az Isten ládájával, mi a szerepe az Isten ládájának, hogyan kell kezelni az Isten ládáját. 20 évig nézhetett volna utána, hogy ezt nem így kell csinálni. Csak az Áron fiai takarhatták le a szövetségládát, és aztán jöhetek majd a léviták, annak 3 törzse volt, Gerzson, Kéhát, Mérári nemzetsége, a kéhátiak lehetett, hogy csak vigyék a szövetségládát, méghozzá úgy, hogy karikák voltak a szövetségládának a szélén, és aranyrudak voltak bennük, és az aranyrudakon kellett felemelni, és a vállaikon kellett vinni. Ezt így mondta Isten, engem csak így lehet szállítani. Hogy miért, testvérek? Na, az nincs nekünk kijelentve, hogy miért. Csak azt tudjuk, hogy így van, és pont. És nem így vitték. Nem így vitték. Ez ellen vétettek. Jót akartak tenni, testvérek. De nem jól.
Na ez a mi nagy hibánk sokszor. Hát én csak jót akartam. Hát jót akartál, de jól elbántál vele. Mert a jót, azt jól kell csinálni. Kazinczy Ferencnek van egy nagyon rövid epigrammája, három soros verse, az a címe, hogy a nagy titok, ezzel kezdődik, jót s jól, ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, szánts és ves, s hagyd másnak az áldozatot. Jót s jól. Szerintem még szántani, meg vetni is jót, s jól kell, és minden egyebet a nemzetért áldozni, és minden egyebet is jót kell csinálni, és jól kell csinálni. Húsz éve lett volna Uzzának arra, hogy megfejtse azt, hogy hogy kell ezt a jót véghez vinni, amit Dávid kíván. Hány éve olvasod a Bibliát? Hány év áll a rendelkezésedre ma, hogy tudd, hogy Isten mit akar, mit parancsol, mi az ő akarata? Hogy jó szándék vezérel minden hívőt, nekem ehhez nem fér kétségem. De ahol sokkal több kétségem fér, hogy jól akarjuk-e szolgálni az Istent, jól akarjuk-e megközelíteni az Istent, jól tudjuk-e fogadni a hozzánk közeledő Istent. Na ebben már én nagyon erősen kételkedem, hogy megtanultuk volna-e jól a jót. Ha megkérdezzük, hogy mi a különbség az Ószövetség és az Újszövetség között, azt mondanánk, hogy az Ószövetség tele van parancsolatokkal, az Újszövetség pedig felszabadít ez alól minket, de ez nem igaz. Az Újszövetségben sokkal több parancsolat van, mint az Óban. Tessenek elolvasni, kigyűjteni a felszólító mondatokat. Sokkal több kell van az Újszövetségben. Mit parancsol Jézus? Mit parancsoltak az apostolok? Mit parancsol az Újszövetség leírata? Ezt csináld, azt csináld, ezt ne csináld, azt ne csináld. Dugig van az Újszövetség parancsolatokkal. Csak észre se vettük még, igaz? Számoljuk meg. Mennyi parancsolat van az Ószövetségben, mennyi parancsolat van az Újszövetségben? Azt mondja Pál apostol a korintusbeliekhez írott levélben, 9. fejezet 21. versében, hogy én nem vagyok a Krisztus törvénye nélkül, hanem a Krisztus törvényéből való vagyok. Van Krisztusnak egy törvénye? Jé! Az Újszövetségben van törvény? Igen! Igen. És mi érhetünk, testvérek, törvénytelenül, mi élhetünk törvényeskedve, meg élhetünk törvény szerint. És a törvényeskedők, meg a törvénytelenül élők között ádász küzdelem folyik 2000 éve. És akik a törvény szerint élnek, azok pedig nyugodtan és higgadtan menetelnek az örök életbe. És Isten arra hív el minket, ne törvényeskedők legyünk, ne szőrszálhasogatók legyünk, de ne törvénytelenek legyünk, ne törvény nélküliek legyünk, hanem mi törvény szerintiek legyünk, az új szövetség, az új parancsolat népe szerint éljük az életünket. Végül a láda, hát én most nem mentem a nagyon régi múltba, meg a nagyon nagy jövőbe, távoli jövőbe se mentem, hanem itt a mi időszakunkban, történetünkben megérkezik a láda egy olyan helyre, ahol áldást közvetít. És ennek az áldásnak a helye pedig Obed-Edomnak a házában van. A 12. Hát olvasom hamarabb. Nem akarta Dávid magához vinni, mondja a 10. verstől az ige, 2 Sámuel 6:10, nem akarta Dávid magához vinni az Úrnak ládáját Dávidnak városába, miután történt Uzzával, ami történt, hanem letette azt Dávid a Gitteus Obed-Edom házánál. S lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obed-Edom házánál 3 hónapig, és megáldotta az Úr Obed-Edomot és egész háza népét. És megmondták Dávid királynak ilyen szóval, megáldotta az Úr az Obed-Edom házát és mindenét, amilyen van, az Isten ládájáért.
nem csak úgy simán, az Isten ládájáért áldotta meg. Elmenvén Dávid elvitte az Isten ládáját az Obededom házától Dávid városába vigassággal. Ez az Obededom, Gitteus, ez az ő származási helyét jelzi, tehát nem a nemzetét, hanem a várost, ahonnan származik. Egy énekes lévita. Nem csak itt találkozunk vele a Szentírásban, hanem egyéb helyeken is. Amikor a ládát vitték, akkor Obededom a ládát kísérve énekel, és részt vesz abban a dicsőítésben, amit olvasunk, amivel kezdte is Dávid a ládát hozni, de amit megszakított Uzza esete, de amikor hazaviszi a ládát mégiscsak Jeruzsálembe, akkor énekelnek, ünnepelnek, Dávid még táncol is örömében, és ott énekel Obededom is. Ott vannak a fiai, látjuk, hogy a fiaival együtt énekel, nem csak akkor, amikor szállítják a ládát, hanem majd később is, ő ott marad énekelni. És ajtó őrzői feladatuk is van hasonló más lévitákkal együtt. És azt olvassuk erről az Obed-Edomról, hogy volt neki 62 leszármazottja, derék és erős emberek az Úrnak szolgálatára. Egy családfő, akit az Isten megáldott, akinek sok gyermeke, sok unokája volt, 62 nevet lehetett hozzákötni Obed-Edomhoz, és alkalmasak, erősek voltak az Isten szolgálatára ezek a leszármazottak. Egy ilyen ember volt. Így megáldotta őt az Isten azért a ládáért. Testvér, lenne egy ilyen láda ma. Így vándorolna. Nem vezetne téged győzelemre. Vagy másokat nem vezetne győzelemre. Ledöntött volna egy bálványszobrot valahol, kétszer is. Fekélyes betegségeket okozott volna, amiben belehaltak az emberek. Majd akik belenéztek ebbe a ládába, meghaltak. 50 000, 70 000. És hozzáért valaki, és abban a pillanatban meghalt. És ezt a ládát betenné valaki a te nappalidba. Mennél haza, nyitott ki az ajtót, belépsz, vagy itt az Isten ládája, te jó ég, vigyétek innen, nem? Amikor ennyi hír jön, ezt pusztított el, ilyen csapás történt, ilyen átok származott, halál jött ki a ládából. Bent lenne a te házadban, mit csinálnál? Én nagyon megijednék, testvérek, biztos, reflexből. Biztos azt mondanám, gyönyörű ez a láda, ez lenne az első. Második az lenne, halleluja, ez Isten ládája. A harmadik, hát ez engem meg fog ölni. Hát vigyétek innen, ki állhat meg ilyen Istennek a színe előtt, aki csak ölt, ölt, ölt. Mindenki, aki úgy nézett rá, belehalt abba, hogy belepillantott. Vigyétek innen ki, legalább a garázsba, de inkább a szomszédba, de inkább a szomszéd városba, vagy a szomszéd bolygóra, lakjon ott az Isten. És Obed-Edom ezt a rettenetesen veszélyes ládát befogadta. Mert olyan volt a szíve. Nem azt írjuk, hogy Obed-Edom pedig bűntelen volt. Hanem Obed-Edom elfogadta az Isten közeledését. És azt mondja, Uram, te megtiszteltél engem. És tudom, hogy azok mind meghaltak és elvesztek. Filiszteusok földjén. A másik városban, Bécsemesben, a harmadik városban, negyedik városban annyi halott kötődik hozzád. De azért, mert nem kezelték a bűneiket, mert nem Istenként tiszteltek, imádtak, fogadtak téged, és én itt vagyok, Uram, és én fogadlak, és imádlak, és tisztellek, és bocsáss meg a bűneimet, és áld meg engem, kérlek. Egyszerűen helyesen fogadta ezt a nagyon veszélyes ládát. És áldás származott belőle. Annyi áldás származott belőle, hogy elmondták Dávidnak. Dávid király! Obed-Edomot megáldja az Isten a ládáért. Azt mondta Dávid, akkor mégiscsak működik. Kell nekem. Hozzátok ide azt a ládát. És a ládát elhozták, és áldás lett aztán Dávidnak az életén is, és Dávid is jól fogadta a közeledő Istent,
És rájöttek arra, hogy nem lett volna szabad szekéren szállítani, nem lett volna szabad akárkinek szállítani, hanem ezt a léviták a vállaikon kell, hogy vigyék, és a léviták vitték a vállukon, felismerték, hogy a jót jól kell csinálni, és a jót jól csinálták, és elvitték a ládát, de az áldás ott maradt Obed-Edomnak az életében. Mert Istent nem lehet elküldeni, nem lehet kitörölni. Aki azt mondta, hogy itt lakozom a kérubok között, az azt mondta, hogy elhagyom ezt a helyet. Az azt mondta, hogy máshol is megjelenek. Aki a szívében állítja fel az oltárt, a trónt, a kérubokat. Aki magát hajtja meg, alázza meg, és kész engem fogadni, és megtisztul, mint az arany, ahhoz oda megyek. És ma már nem találjuk meg a Fridládát. Lehet szólnak erről filmek, elveszett Fridláda, fosztogatói, keresik, talán meg is lehet valahol, mit ér nekik. Élet csak ott van, akik befogadták az Isten fiát, aki pedig a Szent Lélek által van közöttünk. Megszületett, elhagyta mennydicsőségét, és a Szentlélek által lakozás vett közöttünk. Velünk van az Isten Immanuel. Nem kell elmenni egy másik bolygóra, nem kell elmenni az univerzum egy csücskére, nem kell elmenni még Jeruzsálembe se a templomhegyre, amúgy is ott egy csúnya nagy másfajta templom áll, hanem oda kell menni Istenhez, Jézus Krisztus vérén át, a Szentlélek által, és bocsánatot kell kérni a bűneinkért. Akkor jön az áldás. Akkor tapasztaljuk meg az áldást. Akkor találkozhatunk az élő Istennel. Aki ott van a nappalinkban, beköltözik hozzánk. De nem árt nekünk, nem csapásokat zúdít ránk, hanem az ő mérhetetlen áldásait ezen a földön, és az örök élet ajándékát, amit nem vehet el senki. Amen. Amen. Feleljük.